Óbecsek községi képviselőtestületének tanácsnokai a szerdai ülésen 14 napi rendi pontot fogadtak el, amelyből visszavonták a Tiszamente Óbecsek 2024-es évre vonatkozó üzleti tervét. Dr. Vuk Radojevics Óbecsek község elnöke szerint azért született ez a döntés, mert a községi tanács nem kívánta jóváhagyni a cég szolgáltatásainak idei évre tervezett áremelését. Ez az egyetlen oka annak, ami miatt ezt a napirendi pontot visszavontuk, ugyanis a 2024-re vonatkozó üzleti tervben előlátták a hulladékszállítás mintegy 17%-os áremelését. Mi úgy véljük, hogy ez nem elfogadható, és ez egy kivételesen nagy drágítás, és én, mint a község elnöke, a községi tanács tagjaival együtt úgy véljük, hogy ezt most nem fogjuk jóvá hagyni. És emiatt vontuk vissza a napirendről ezt a pontot, és juttattuk vissza a Tiszamentének, hogy készítsenek új üzleti tervet a drágítás nélkül. Tekintettel arra, hogy a Tiszamente Óbecse igazgatója Fejér Zoltán tavaly szeptemberben lemondott tisztségéről, decemberben pedig újságíróknak bejelentette, hogy a Társaság Igazgatóbizottsága nem fogadta el felmentési kérelmét, és nem is tett javaslatot másik jelölttel erre a pozícióra. Az igazgató úgy, ahogyan bejelentette lemondását, ugyanúgy ezt vissza is vonta valami módon, és folytatta a munkáját. És én elmondhatom, hogy Fejes igazgató igazán nagyon jól végzi a munkáját, már az első naptól kezdve, amikor erre a pozícióra került. Csak emlékeztetném önöket, hogy milyen volt ez a vállalat az önkormányzat teljes hatáskörébe tartozása előtt, azaz az 51%-os többségi tulajdonba kerülése előtt, ugyanis az előző hatalom ezzel nem törődött kellőképpen, és a kisebbségi magyar partner javasolta az igazgatót, ami egyáltalán nem elfogadható. Mi ezen természetesen változtattunk, és nagy örömömre szolgál, hogy megállapíthatom, hogy a kommunális szolgáltatás szintje akkortól egy jóval magasabb szintre lett emelve. Fejlesztettük a mechanizációt, a felszerelést, a gépparkot, a kommunális hulladékszállítást. Korábban csak hetente egyszer volt elszállítás, most viszont már kétszer történik ez. Tehát Fejes igazgató a munkatársaival és a Tiszamente összes dolgozójával együtt magasabb szintre emelte ezt a vállalatot. Én most csak a szolgáltatások szintjéről beszéltem, amit a polgárok is látnak és éreznek. Nem beszéltem azonban a cég akkori anyagi állapotáról, hogy hány kifizetetlen számla volt, és mennyi adósság. Mindez ma már egy irigylésre méltó szintre került, és mint azt már említettem, ezek az emberek Fejes igazgatóval az élen kiválóan végzik a munkájukat. Sajnos eljön az az idő is, amikor Fejes igazgató akkora, illetve magánokok miatt vissza fog vonulni erről a posztról. A közgyűlésen többek között elfogadták a Kommunálátsza Vodokánál és a Toplana közvállalatok munkaterveit, az elkövetkező időszakban pedig a Toplana és a Kommunálátsz igazgatóinak kiválasztási pályázatát is lebonyolítják, erősítette meg Óbecse község elnöke. Az elmúlt évben a járulékbeszedés jó tendenciája és a nyugdíj és rokkantbiztosítási alap stabil pénzügyi eredménye megmaradt, és Relje Oknyinovics, a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap igazgatója szerint ez a stabil gazdaság és a növekedés mutatója, a foglalkoztatás növekedése, valamint a magasabb bérek. A nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2023-as évi eredeti bevétele 744,7 milliárd dinár értékben realizálódott, és 5,4 milliárddal, azaz 0,7%-kal haladja meg a tervezett kiegyenlítést. A beszedett járulékok 2022-höz képest 69,8 milliárd dinárral 10,3%-kal magasabbak. A megnövekedett nyugdíj és rokkantsági járulékbevételek okait a bérek nominális növekedésében és a regisztrált foglalkoztatás folyamatos növekedésében látjuk, amely hazánk stabil és rugalmas gazdaságát tükrözi. Néhány napon belül minden nyugdíjas és segélyezett megkapja megemelt januári jogosultságát. Ezt a rendszeres emelést a tavaly októberi rendkívüli 5,5%-os nyugdíjkorrekció előzte meg.
Oknyenovics igazgató szerint ez a legjobb mutatója annak, hogy az állam törekvése nem csak a nyugdíjas színvonal megőrzése, hanem annak folyamatos növekedése is. Február 2-án először az egyéni vállalkozó kategóriájába tartozó felhasználóknál emelkedett a januári nyugdíjak kifizetése. 14,8%-kal indul. Ezzel az emeléssel az átlagos nyugdíj körülbelül 45.775 dinárt, azaz körülbelül 390 eurót tesz ki. Hadd ismételjem meg még egyszer, hogy az elmúlt 2 évben beleértve a rendszeres és rendkívüli emeléseket is, Szerbiában halmozottan több mint 56%-kal emelkedtek a nyugdíjak. Szeretnénk mielőbb elérni azt a nyugdíjszintet, amit ígértünk, azaz 2027 végére 650 euró lesz az átlag nyugdíj, mondja Oknyenovics igazgató, és emlékeztet arra, hogy 2023. novemberében immár 2. éve járnak nyugdíj és pénzbeli ellátások a kedvezményezetteknek, egyszeri 20 ezer dinár összegű segély formájában. A januári emeléssel Szerbiában a legalacsonyabb nyugdíj az alkalmazottak és egyéni vállalkozók kategóriájából 24.987,67 dinárt tesz ki, a legmagasabb pedig 230.145,48 dinárt. Emelték az első nyugdíj számítás összegét érintő általános pontértékét is, amely immár 1345,88 dinárt tesz ki. A nyugdíjak mellett a más személyápolása, segítése, valamint a testi fogyatékosság után járó pótlék is emelkedett, míg az öregségi, korai öregségi, rokkantsági ellátásban és családi nyugdíjban részesülőknek, akiknél a jogosultság összege nem haladja meg az 51.618,14 dinárt, a pénzösszegeket továbbra is a nyugdíjjal 5%-ig emelve fizetjük, a Szerb Köztársaság kormányának rendeletével összhangban. És ezek a statisztikák mutatják legjobban azt, hogy ilyen gyorsan és az infláció szintjét jelentősen meghaladó mértékben még soha nem emelték a nyugdíjakat, és mindezt szilárd alapon. Ez azért volt lehetséges, mert ma Szerbia egy erős ország, amely minden állampolgáráról gondoskodik, különösen a legidősebbekről, mutatott rá Relja Oknyenovics, a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alapigazgatója.